Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Content Rumble következő adásában. Mostani témánk nem más lesz, mint hogy mivel lehet idén pénzt keresni. Jobb oldalamon Szabó Viktor. Halihó. És a piros sarokban bal oldalra tőlem pedig Csapó Gábor. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Én pedig Szanyi Roland vagyok. Sziasztok. Elég kemény téma, de most szerintem nincs olyan fotós vagy tartalomgyártós, hogy ne megint diszkrimináljuk itt a többieket, aki nem tette fel ezt a kérdést akár naponta is. Nyakunkon egy újabb lezárás, jönnek a különböző rossz hírek, hiába van itt a nyakunkon az oltás és a vakcina. Mit tehet ilyenkor a szegény tartalomgyártó? Nézzük a B-tervet, tehát ne az, hogy akkor szögre akasztja, vagy pedig avatarára a cuccait, és elindul munkát keresni, meg önéletrajzot gyártani, hanem nézzük meg, van esetleg még élet itt poszt Covid, illetve hogy a vírus helyzet közepén. Hát ugye az előző adásban ugye már érintettük, ott ugye végigvettük, hogy oké után mit csináljon az ember, viszont ott a legvége fele ott sorra vettük, hogy mik azok a fotós ágazatok, ahol még lehet pénzt keresni, és ugye most is ezt fogjuk kifejteni. Egy picit bővebben is nézzünk rá, hogy jelenlegi helyzetben ezek hogyan fognak megállni. A tavalyi év alapján ugye mindenképpen a vírus helyzetnek az egyik esküvős, hát nem mondom, hogy nyertese volt, de úgy látszik, hogy egészen jól tudta meglovagolni ezt az ágat is. Nekem a tavalyi év egyébként nem volt annyira rossz, sőt, a mások elmondása alapján azt gondolom, hogy nekem egész jó volt. Rettentes mennyiség marketing volt benne, sokkal több, mint az előző években. Tehát azt hozzá kell tenni, hogy nem magától belerepült a sülgulomba számba. Ennek egyik megmentője inkább a tavalyi évnek ugye az esküvők voltak. Igen sok megkeresés érkezett. Egyébként nagyon meglepő volt, mert rettentes mennyiség ajánlatot nem fogadtak el. Iszonyat mennyiség időt eltöltöttem az ajánlatok megírásával, rettentes mennyiség időm elment az egyeztetésekkel. Ahhoz képest mondjuk ahány esküvői ajánlatkérés érkezett, ahhoz képest nagyon keveset fogadtak el. Ez most ebben az évben ez egy rosszabbuló tendencia volt ezek szerint? Én idén jól állok tavalyi évhez képest. Tavaly ilyenkor nem volt ennyi esküvőn beírva messze, mint most. De árnyalt kérésekben már most túlléptem ebben a kettő és fél hónapban, vagy a karácsony előtt már elkezdődik egyébként ez a zárajánlat kérősdi. Én 2,5 hónap alatt több ajánlatot adtam ki, mint tavaly egész évben. Már most. Wow. Nem fogadták el őket, elmondom nektek. Tehát a tapasztalat az, ha tavaly évben is ezt láttam egyébként, hogy mivel a fotósok megijedtek tőle, hogy Covid ide, Covid oda nem nagyon lesz munkájuk, ezért én azt gondolom, hogy áronul elkezdtek vállalni munkát. Most ez teljesen mindegy, egyes fotós vagy egyes esküvőről van szó, vagy komplet esküvőről. És ez nagyon meglátszik egyébként a vidéki árakon, főleg ugye én vidéki vagyok, én Siófokról garázdálkodom az országban, és ott azért nyilván Balaton környékén nem kérhetsz elész nélküli összegeket, mint Budapesten. Valahogy egy ilyen kétszeres, háromszoros szorzóval működnek a dolgok, úgyhogy azt mondom, hogy... Ekkora különbség nem lehet. De sajnos van. Igen. Van. Durva. Hát elég durván hangzik, és az a durva, hogy volt olyan esküvős, amit tavaly képzeljétek el, aki Budapesten kért árnyalatot több fotóstól. A legolcsóbb árnyalat 450.500 forint volt, a legolcsóbb. Ez tavalyi év még egyszer? Ez tavalyi év, ez tavalyi. És képzeljétek el, hogy tavaly megtartották Zamárdiban az esküvőt, felkértek engem fotósnak, és a párommal együtt esküvői hajsmink és fotózással fel annyiból kijöttek, mint hogy Budapesten csak a fotózás árából hajsmink nélkül. Akkor várjál, mert te leszel itt a fekete seggő, akit rontja az árakat Budapesten. Nem, sajnos nem rontom az árakat, ugyanis az esküvő nem Budapesten lett végül megtartva, hanem Balatonon, és pontosan azért lett megtartva a Balatonon, azért lett Zamárdiban, mert sokkal olcsó megkapták a helyet is. Az, hogy Budapesten én azt vettem észre, hogy sokszor nem tudják már, mit merjenek érni, és ennek megisszák a levelét egyébként a szolgáltatók, ugyanis ha túl magas az ár mondjuk a helybérlésre, akkor már az esküvő, meg megmondják, hogy hány folyos az esküvő, ugye ez szokott még a fotósoknál egy kitétel lenni az ára meghatározásánál, hogy hány fős esküvőt kell fotózni. Nyilván nem egy 30 fős esküvőről van szó, vagy 300 fősről. De az ennyit számít amúgy? Hát munkában sokat számít egyébként, igen. Én csak egy példát mondok, amikor mondjuk egy gratulációkat, csoportképeket kell mondjuk megfotózni a szertartások után, ott azért 300 embert, mire végigfotózol, hogy egyes odállnak a párhoz, és itt azért sokszor szokott az lenni, hogy a három fős csapatból, aki érkezik, odáll az egyik, a másik, a harmadik, utána csak kettő, csak másik kettő, csak három együtt, és akkor volt olyan, nem hazudok, 1100 képet lőttem egy 200 fős esküvőn csak a közös és csoportképekből. Tehát brutális mennyiségű munka egyébként. Ezt utólag átnézni is,
nagy mennyiségű munka, szortírozni, megnézni, melyik éles, melyik nem éles, ha esetleg valaki belepislantott, elmozdult, elment onnét, nem látszik, tehát ezeket ki kell nyilván törölgetni. Egy-egy beállásból azért egy 3-4 képet mindig kell csinálni, hogy egy biztosan jó legyen. Tehát ezért munkában ez sok. És azt hettem észre egyébként, hogy tavaly évben nagyon sok fotós letörte az árakat, főleg vidéken. Budapest nem volt az annyira jellemző, de vidéken azt csinálták, hogy voltak olyan fotósok, amiben én is téptem a hajamat, sőt, ismerőseim között is volt ilyen, akik 50-80-100 ezer forintért váltak komplett 16 órás, még egyszer mondom, 16 órás esküvőt, ami számomra egyébként megdöbbentő, ami még megdöbbentőbb, hogy úgy reklámozták saját magukat, hogy 800-1000-1200 kép korrekciózva, retusálva, átadva papírképen, pendrive-on, diszpendrive-on, diszanyám kínjen, tehát tényleg döbbenet volt, hogy miket kiadtak a kezükből, és mindezt egyébként túl olcsón ahhoz képest, hogy nem rossz fotósokról beszélgetünk. Ja, mert az előző adásban sem tudtam ezzel az információ mit kezdeni. Egyről az agyom ezt így becsomagolt, egy ilyen dobozba félre raktam, hogy majd ezzel később foglalkozik. Kemény. Egyébként nem tudom, hogy Viktor, te mennyire szoktam mondjuk esküvőket videózni, de az biztos, hogy az esküvői videó jelenleg jobban megy, mint a fotó. Nem tudom, hogy többet kell-e vele dolgozni, mert én még mondjuk esküvői videót nem készítettem, de az biztos, hogy a videós árak azok egyharmadával gyakorlatilag magasabbak, mint a fotós árak most jelenleg, amiket én tapasztalok. Hát utómunkában egyébként elég sok. Fotó is. Hát nem tudom, hogy mennyi amúgy, de szerintem egy pár nap utómunka biztos van azzal is. Fotóval is, meg videóval hát is azért. Ami különbség egyébként, ez egy picit a hardware-be is van, és itt talán ez segített abban, hogy egy picit szelektálja itt a videósokat, illetve talán itt az árajánlat adását. Azért egy fokkal legalább komolyabb hardware kell a videózáshoz, ha nem 3-4-jel. Ugyanez igaz utána az utómunkára is. Tehát ott akár egy 4K-s videót összevágni, effekteket rárakni, még egyszerű ilyen mennyiségben, vagy felbontásban még az egyszerű feliratok is, meg az áttűnések is azért zabálhatják a gépnek az erőforrásait, de miatt lehet az oka, hogyha már az ember belefetszöl mondjuk a masinába egy guriga körül, meg mondjuk ennek a felét vagy negyedét a gépbe, akkor kétszer is meggondolja, hogy mennyire fog elkezdeni ezzel dolgozni. Plusz, amit még figyelembe kell venni, hogy te ha esküvőt fotózol, egyedül mész, nem? Pont ezt akartam két is géppel, mondani. Videó, viszont, nem, meg, igen. Viszont mi nyáron, például a tavalyi nyáron, amik voltak esküvők, ott hároman voltunk, tehát két operatőr, meg ugye én voltam egyedüli drónosként, és akkor így nyilván hárman jöttünk ki abból a pénzből, szóval ha úgy nézzük, akkor meg lehet, hogy rosszabb olyan. Egyébként ez egy tök érdekes dolog, mert én azt vettem észre az esküvőkön, hogy engem speciál zavar, amikor már mondjuk két videós van. Nagyon sok videós csinálja, hogy egy statívot letesz, rá egy kamerát, és akkor fix beállásokat használ a másikkal, meg ő megy ott jobbra-balra. Ez egy jó megoldás arra, hogy mondjuk a fotóst valószínűleg nem fogja zavarni a videós. Azonban volt tavaly több olyan esküvőm is, ahol kettő videós volt, egy volt, ahol három volt, azt katasztrófának éreztem, ugyanis minden videóba vagy minden képanyagba belementek a videósok. Rettentesen zavaró, és a pár egyébként utólag nem azt várt el a videósoktól, amit végül megkapott, és nekem is az volt az érzésem, hogy rettenesen sok dolgokban akadályoztak, és nem tudtam helyezkedni tőlük lényegében, mert kettő mozgó videós volt, egy a kis statin állította a dolgokat. Egyszerűen rettenesen zavaró három emberhez igazodni. Viszont nekünk meg pont volt egy másik oldal, egy tavalyi esküvő, ahol meg két fotós volt, és mindkettő belemászott mindegy ismétbe. Szóval vannak azok az emberek, akik tudnak együtt dolgozni, és kompatibilisek, mert ugye ilyenkor... Ha beszélnek, vagy kommunikálnak egymással. Hát nem is az, hogy beszélni, mert szerintem... Egy tervezési folyamatot, hogyha előtte megbeszélik, akkor ilyen nincsen. De még ha nem is beszéled meg, akkor is látod, hogy merre fele megy a másik, és nem fogsz be. Igen, csak van elé. Egy olyan probléma, hogy a fotósoknak, ugye hát legtöbb fotósnál ugye egy vagy két gép van teljesen mindegy, fix optikákkal, és ugye ő neki a helyezkedést úgy kell megoldani, hogy azzal az optikával azt az egy adott szituációt le tudja fotózni. Na. Tehát ez nem feltétlenül biztos egyébként, hogy nagyon sok esküvőfotós használ ugye fix optikákat csak és kizárólag, és semmilyen zoomot nem használ, azért ha ebbe belegondolsz, és mondjuk egy 50-essel rohangászik, akkor kénytelen belemenni a képbe, mert közelről kell neki fotózni, szemben mondjuk egy 80 mm fölött. Videónál ugyanez a helyzet lehet. Tehát a fix akkor hárman vannak. Jó, ez egy kérdés. Alapvetően itt megint itt kicsit vissza kell térni a szervezésre. Itt legtöbbször elmarad egy esküvőnél, és nem csak azért, mert itt a két csapatnak esetleg illendő lenne, mert ez tényleg csak egy ilyen gesztus, hanem az, aki az esküvőt szervezi általában pár, ilyenekre szegény tényleg nem gondol, hogy kellene valami kommunikáció itt a fotósok, videósok között, pedig nem ártana. Igen. Egyébként ez nem a párnak a dolga lenni, azt gondolom. Tehát ez abszolút a fotós videósnak a dolga lenni, hogy megkommunikáljuk a dolgokat. Nekem tavaly volt egy
viszonylag érdekes esküvő, amikor én magam hoztam a kollégát, ugye a videós kollégát, akik ketten jöttek meg, és nem mondom, tehát nagy volt a videóanyag, láttam az elkészült videóanyagot, viszont rettenesen rosszul tudtak helyezkedni, és hiába próbáltam velük kommunikálni, annyira sűrű volt az esemény sor, hogy gyakorlatilag nem tudtuk átbeszélni, hogy kinek hol hogyan kéne helyezkedni, hogy ne zavarjuk egymás munkáját. És igen, volt rá példa, hogy például a gyűrű húzásnál a videós gyakorlatilag bebaktatott elém, és lefotóztam, hogy éppen a gyűrű húzásnál nem a gyűrűn lefotózva, hanem az ő keze meg a gépe. Ja, igen, még ez. Mondjuk itt alapból, ha már figyelsz a másikra, tehát nem csak azzal vagy elfoglalva, hogy oda csörtetsz és izé. Akkor nem történik meg. Akkor ilyenek nem, oké, akkor is előfordul, hogy belevánszik egyik a másikba, de ha tényleg figyelsz a másikra, akkor úgy. De egyébként ez is egy érdekes dolog, mert most én például egy pillanatról lemaradtam, de valójában nem gondolom azt, hogy egy gyűrűhúzásnak az a pillanat, amikor odaéleszti a gyűrűt, az most egy hűden nagy extra lehet. Egy nem bármi ezt rakott ki a falra, igen. Tehát én fotóztam már olyat, amire azt mondom, hogy simán kiraknám, sőt, ki is raktam a Facebookon, és meglepően magas like számot kapott, tehát ugye azt mondom, hogy visszajelzésként egyébként tökéletes lehet, hogy valamit jól csinálsz, de alapvetően én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb pillanat az életben, főleg, hogy ez mondjuk egy templomi szertartáson történt, hanem mondjuk egy szabadtéri szertartáson. Egyébként itt egy érdekes dolgot még hozzátennék, hogy azért a fotósnak eléggé felkészültnek kell lennie ahhoz, hogy az adott fényviszonyokhoz igazodjon, ugyanis a legtöbbször a tervezésnél az esküvőnek az időpontján, vagy a szertartás időpontjának a tervezésekor nem annyira szokták figyelembe venni az időjárási tényezőket, mint például hány órakor van a szertartás. Te meg fotószemben van megszervezve, vagy épp, hogy a verőfényes napsütésben 12 órakor pontosan a legkeményebb viszonyok. De mondjuk 3 óra előtt. Tehát mondjuk nézzük azt, hogy 11 óra és 3:30 között, amikor legrosszabbak a fények, és szegényt kiviszik a napra, kiég a szeme, össze-vissza hunyorít szegény, egyik szeme nincsen meg, vagy egyik se gyakorlatilag, és akkor a csúnya árnyékokkal kell dolgoznod, mikor eleve olyan ráncokat tesz rá a nap, hogy egyszerűen még utólag is azt mondod, hogy utómunkában is elképesztő mennyiségű időt fog igénybe venni, és ezt meg kell oldanod ott a helyszínen, és nyilván nem tudod, mert igazodnod kell ahhoz, amit ugye kaptál. Igen. Hát ez videós. Ugyanaz, persze. Pont tavaly volt egy olyan esküvő, ahol a szertartásra pont ráállnyékolt az épület, az úgy tök jó volt, mert az úgy kellemes volt, viszont a háttérben meg 1000 fokon sütött a nap, tehát na, az még vagy sötét igen. volt, vagy világos, tehát az ott, és drónról meg egyenesen katasztrófa volt, mert abszolút. Felülről sötétben ott állnak emberek, amúgy meg minden fényes, vagy tehát az nagyon rossz szituáció volt. Egyébként itt a pénzügyi részre visszatérve, én azt gondolom, hogy ha valaki esküvőzni neki akar állni, akkor ne úgy álljon neki, hogy ő elvállal ismerősöknek olcsó vagy akár ingyen esküvőket, és ott megpróbálja ezeket begyakorolni. Ez egy nagyon rossz megoldás azért, mert nincs meg a tapasztalata, valószínűleg a technikája sincsen meg hozzá, és nem valószínű, hogy olyan minőségű képeket, vagy képsorozatot fog tudni készíteni a párról, amit ők elvárnak. Persze sokan mondják, hogy nincs is elvárása a párnak, mert tudják, hogy egyébként kezdi az illető, de könyörgöm, az esküvő az jó esetben csak egyszer történik meg az ember életében, tehát ne rontsuk már el azt a sorozatot. Inkább én azt kérem a fotósoktól, hogy ha ebben a kategóriában szeretnének majd dolgozni, akkor inkább szegődjenek egy profi mellé, ingyen és bérmentve, és figyeljék, hogy ő hogyan dolgozik, nézzék meg azt, hogy milyen optikákat használ, milyen beállításokat használ, hogy egy kicsit azért átvegyék a tudást, mert az a baj, hogy saját magad, mire kifejleszted, az túl sok idő egyik résztől, meg túl sok esküvő, és gyakorlatilag lehet, hogy te azt gondolod, hogy elvált akár ingyen, akár 10-20 ezer forintért, vagy 50 ezerért egy esküvőt, de biztos, hogy nagyon sok idő, akár egy-két év is lesz, mire te komoly referenciát fogsz tudni építeni. Plusz, amit még a múltkor beszéltünk, hogy az sem mindegy, milyen hardware-rel nyomod. Hát az meg a másik. Tehát, ha egy középkategóriás géppel odaállunk esküvőt fotózni, akkor az nem túl szerencsés. Itt az említett napfényes, meg aztán a jó kis sötét templomokról nem is beszélve. Igen. Igen, oda már kell a profi gép, és egyébként mindig megkérdezik tőlem, hogy esküvőre kell a profi gép. Én azt mondom, hogy ha nagyon értesz hozzá, és tegyük fel, rossz szituációban van a géped, és meghal benne az árszerkezet, tegyük hozzá, hogy ez is egy előfordulható probléma, ezért mondjuk az esküvősök mindig kettő géppel mennek. Ha nagyon értesz hozzá, én azt gondolom, hogy egy amatőr géppel, meg egy profival is fogsz tudni egyébként jó képeket csinálni, mert tudod, hogy milyen optikát kell használnod, tudod, hogy esetleg vakuval hogyan tudod kiegészíteni a fényeket, meg fogod tudni oldani. De egy kezdőnél, egy középkategóriás gép, egy amatőr belépő kategóriás objektívvel semmit nem fog érni.
Ez teljesen biztos. Igen, sokkal jobb ez a fotós bojtárkodás, amit említettél, majd ezt mindenképpen húzzuk alá. Ez régen így is volt egyébként. Erről beszéltünk, igen, és ez nem is baj, ha ezt még egyszer nyomatékosítjuk, mert ide mindenképpen ez nagyon javasolt. Annyit akartam még az előbb mondani, amikor mondtad, hogy a fotósok, a videósok egymás elébe tudnak mászkálni, az mind semmi, amit a NASZ nép tud művelni. Tehát amikor előállnak a kis telefonjukkal, igen. És a tökéletes pillanatot, amikor a háttérben libbennek a galambok, vagy szóródik éppen a rizs, és neked egy gyönyörű szép valakinek a háta van, hogy éppen a telefonjával, a kezével így belóg, az valami fenomenális. Azt pont Gábor, bocsánat, Gábor nálad láttam egy ilyet talán? Nem is tudom, ki mutatott egy nagyon menő. Én megmondom őszintén, én már elkezdtem kitologatni az én képeket, mert rájöttem, hogy tök jó poén, hogy le van fotózva a kezem, amikor mondok egy példát, templom, jön be a sorok között a pár, és egy mobiltelefon belóg oldalról, drága angyalon veszi az egészet kamerára, és melyik éles a képen szerintetek? Hát a mobiltelefon. A kezében a mobiltelefon, igen. Tehát egyszerűen valami zseniális, és én mondjuk szoktam szólni a párnak, hogy legyenek kedvesek egyébként elrakni a kamerát, és majd én megoldom azt, amit meg kell, de egyszerűen nem érdekli őket, nem is tudják betartani, mert egy-egy esküvőm, egyébként most már én azt gondolom, hogy régebben sokkal gyakrabban volt, tehát most már ritkaság számba megy. Nincs az, mint ami régen volt, hogy egy-egy ember egy évben ment 2-3-4 esküvőre, most jó esetben van egy. És azért egy évben egy esküvő, az mindenkinek egy ilyen extra alkalom, és akkor persze előkerülnek a mobiltelefonok, videófelvétel, fényképkészítés és a többi. De már egyébként rászoktam, tavaly olyan képeket csináltam, hogy fogták a pár, ugye fogta a kamerát a barátnővel, én meg lekattintottam azt, hogy látják magukat a kamera, vagy a mobiltelefonban. Ezek aranyosak, igen. Jó, hát és tök cuki kis képeket, igen, elkészítettünk, és mind annyira örülnek neki, hogy hihetetlen, pedig egyébként semmi extra, de úgy jó pofa. És egyébként a Rolandnak a mondatára visszatérve, rettentesen rosszkor is elő tudnak kerülni ezek a mobiltelefonok, és valamikor olyan pillanatokat tudsz elszalasztani. Egy példa csak volt, egy olyan, pont Zamárdiba ezen az esküvőn említettem, hogy a fiúnak az anyukája, amikor voltak a gratulációk, akkor ő volt a legutolsó, és egymás nyakába borultak, és rettentesen sírt az anyuka, és a fiú is elsírta magát, és ezt a pillanatot akartam lekapni. Erre a, most próbálok szofisztikáltan fogalmazni, a két férészek haverja a fiatalembernek, beugrott a képbe, és össze-vissza ölelgették, puszilgatták őket, ami gyakorlatilag háttal volt nekem, tehát kitakarták ugye magát az eseményt. Az a poén benne, hogy amikor felkészülsz valamire, és látod, hogy mi fog történni, tehát megvan már a tapasztalatod hozzá, hogy felkészülj rá a lelkiekben, mit kell lefotóznod. Mindent beállítottam, minden pillanatra készen voltam, már csak nem voltam felkészülve, hogy a két férészek úriember beugrik a képbe, a hátukat lesikerült fotózni. Az, hogy mondjam, drónfelvételben nehéz belemászni amúgy, de megpróbálják volt, de őszintén. De tavalyról van egy nagyon jó sztori, ami ilyen hihetetlen volt, hogy én ilyen landing padről szállok. Tehát egy ilyen kis helikopter leszálló kis pályán van, egy ilyen kis, hát ilyen szövet anyagból, vagy nem tudom. És az ugye le van téve, távol a NASZ néptől, mindentől, hogy ott felszállok, meg leszállok rá, bár leszállni nem arra szoktam, de nem is ez a lényeg. Ott ki volt téve, és a csámú sétált ott a NASZ néptől, valahogy így elkóricált. És akkor így oda ment a padhoz, így megrugdosta kétszer, megnézte, hogy mi ez, és ment tovább. És így egymásra is néztünk, és így néztem rá, hogy te most komoly. És nézett rám vissza, és ment tovább. Tehát nem értette, hogy ez igen. Ez ilyen indokolatlan. Valaki eldobott egy ilyen kis színes sakármét, megpróbálta a lábbal arrébb helyezni, gondolom le volt neked is szúrva. Nem csak megnézte, aha, hogy mi ez, aztán. Uh-huh. Viszont visszakanyarodva így tényleg a fotózásra, az esküvő fotózásra, mit látsz így a 2021-es, az idei évre, hogy milyen tendenciák lesznek, vagy merre felé fog ez az egész haladni, így a jelen, ugye eltelt az évből kb. 3 hónap, hogy így mik az előrejelzések? Hát szerintem problémás, ugyanis a kormány eddigi felvetéseivel ellentétben nem enyhíteni fog, hanem szigorítani. Most legalábbis e felé haladunk. Ennyire úgy néz ki, igen, és ha ezt így már belengedték, akkor ahogy láttuk, ugye ez meg fog történni. Szerintem ez meg fog történni. Eddig egyébként, amit belengedtek, azt be is tartották, tehát nem hiszem, hogy ez másként lenne. Senki nem mondja, hogy bizonytalanság van, mert ez... Igen, meg egyébként, ha jól tudom, a miniszterelnökünk kijelentette már egy hónappal korábban, hogy majd húsvét környékén álmodozzunk a nyitásról, addig ne, úgyhogy szerintem ez már akkor eldőlt, úgyhogy nem kezdem most túlihegni. Ellenben, mivel nagyon nagy a bizonytalanság a szektorban, a szállodák sem tudnak kinyitni, nem tudják még, hogy milyen lesz a nyár, hogy mikor tolathatják ki majd ugye a bizonyos helyeket terembérlésre. Így az esküvőt szervező párok sem tudják egyébként lefoglalgatni még a helyeket. Tehát az a baj, hogy jelenleg hiába adunk ki árajánlatot, gyakorlatilag nagyon kevés az, akinek van biztos helye ugye az esküvőhöz,
így gyakorlatilag rettenesen sokan bizonytalanságban vannak. Én azt gondolom, hogy ha majd bejelenti a kormány, mondjuk pont tegyük fel húsvét előtt, hogy nyitás lesz, akkor hirtelenjében majd megindulnak ezek, csak ott meg szerintem annyira kapkodós lesz a szituáció, hogy szerintem rettenesen sok pár rettenesen rosszul fog dönteni. Ott mindenképpen én is így érzem, eddig mindenki kivert, elhalasztották az esküvőket. Abszolút. Most egy borzalmas feszület van, hogy egyáltalán hol lesz megtartva, lesz-e. Meg tudják-e tartani. Lesz-e hely, meg lesz-e tartva egyáltalán, és utána pedig, hogy ez így ráömlik majd a tartalom készítőknek a vállára, hogy elkezdenek ömleni majd az erre jelett kérések, vagy legalábbis én vizionálok valami hasonlót. Ugye jó páran ugye beszéltünk a múltkori adásban is, hogy már nem is biztos, hogy foglalkoznak ezzel, így kevesebb főre jut egy ilyen nagyobb dömping rövidebb idő alatt, tehát az teljes nyár, illetve az egész szezon valószínűleg nem lesz majd kihasználható, tehát ugye miatt ez egy nagyon, hát mondjuk is mondjam, kihívásokkal teli év lesz legalábbis, ami az esküvőt illeti. Nekem már egyébként az idei évre, amik voltak külföldi fotózásaink, jegyes fotózás is, meg esküvő is, azt már automatikusan lemondták. Nem tudnak tervezni, nem tudják, hogyan lehet utazgatni, kell-e hozzá vakcinaútlevél, az a baj, annyi a bizonytalan tényező, hogy egyszer nem lehet tervezni rá. És te se tudsz tervezni egyébként vállalkozóként normálisan, mert mire tervezel? Igen, ez nem csak tőletek függ, a pártól függ, hanem itt ugye a legfontosabb ugye a helyszín, hogy az lesz-e majd szabadon, meg ugye egyáltalán itt jogilag meg lehet-e tartani. Szóval ez mindenképpen egy elég nagy lutri. De én mondom, valamiért én azt érzem, hogy itt lesz egy nagyobb dömping, ami viszont nem lehet majd kihasználni. Tudjátok, miről beszéljünk? Még egy érdekes kérdés felmerült bennem. Pontosabban ezt én azt gondolom, mindenképpen beszélni kell róla, kezdő fotósok hogyan képezzenek árat, akár mondjuk egy esküvőnél is. Nem nagyon hallottam egyébként semmilyen híresebb fotós tervről kommunikálni, de én azt gondolom, hogy ha tudnák az emberek, hogy miket kell alapvetően figyelembe venni mondjuk az árképzésnél, akkor nem adnának ész nélküli árakat. Ugye meglepődtél te is, hogy milyen árakon vállalnak néha esküvőket emberek. Ez nagy részt betudható egyébként annak, hogy más odaállásban csinálják ugye a fotózást, az, hogy vállalkozóként vagy teljesen feketén, az most teljesen mindegy. Lényeg, hogy az árképzésnél nem tartanak bizonyos szempontokat szem előtt, és pont ebből kifolyólag túl alacsony árakat adnak meg. Ugye az egyik része, aki mondjuk másodállásban dolgozik, őnek van egy fix bevétele, ha esetleg katásként dolgozik másodállásban, akkor egy 25 000 forintos költsége, ha az sincsen neki, akkor meg gyakorlatilag anélkül elvállalja az esküvőket. Egyébként sok párnál nem feltétel az, hogy te most fotósként dolgozzál, ha azt gondolja, hogy neked vannak jó képeid, akkor igazából megbízol nélkül is, hogy neked lenne vállalkozásod hozzá. Bár én mondjuk saját tapasztalatból azt mondom, hogy én szerződést is szoktam írni a párokkal, meg én mindent számlázok is. Minden kell. Hát számlázni és szerződést is írni. Hát ez kellene. Azt, hogy most ki számláz, ki nem, az most más kérdés. Én számlázok mindent. De visszatérve itt a dologra, hogy ha már számlázol, és tudod, hogy neked milyen fix költségeid vannak, nézzük amortizációs költségeket, fényképezőgép, zárszerkezet, ami ugye legkönnyebben megadja saját magát, ott azért 50-től 100-ig számolhatsz plusz kiadásokkal, és azért egy esküvői szezon után jó esély van rá, hogy egy zárszerkezet cserét eszközölnöd kell. Nézzük az optikákat is, nyilván attól függ, hány képet lősz el, meg mennyire vigyázol a gépeidre, tehát ez sok összetevős, de én azt gondolom, hogy azért egy esküvői szezonnak egy 100-150 ezer expóval szerelt zárral nem biztos, hogy nekiállnék egyébként második évben. Akkor azt mondod, hogy mindjárt kiszámolom, ennyit kattintasz? Tehát, hogy ez így hát most darabszámra nézzük elmegy? Meg egy átlag fotós, egyébként egy esküvő fotós, aki mondjuk csak ezzel foglalkozik, hogy nyilván többet, de mondjuk egy átlag egy 15-20 esküvőt elő. Egy 20 esküvőn tegyük fel, hogy lősz mindegyiken, mondok egy számot, 2000 képet. Az mondjuk 40 ezer expo, ugye? De vagy 4000-et, igen, mondjuk. Van, aki kattint. Két gép is van, jogos, jó. Tehát mondjuk mindegy, nézzük így. Azért évközben is vannak néha fotózások, meg azért te is elviszed magaddal ide-oda amoda, tehát én azt gondolom, hogy egy év alatt be lehet tenni azt a 100 ezer expót lazán bármelyik gépbe. Ha egy APS-C-s géped van, abban a 100 ezer expo az pont annyi, hogy azt még éppen elbírod, de a következő évet már nem fogod vele elkezdeni, vagy ha is kezded határeset, igen. Az erős határeset. Egy profi gépnél mondjuk a 150 ezer expo, 200 ezer expo, vagy mondjuk a Sonicnál 300 ezer, Panasonicnál mondjuk 400 ezer expo, ott nem valószínű, ki fogsz belefutni, de azok a legújabb gépek, tehát mondjuk azt azért nem feltétlenül gondolom, hogy az esküvő fotósok, ha megszoknak egy gépet, az nem fognak ész nélkül váltani. Legújabbra pláne nem. Meg ez egyébként attól is, hogy ki mennyire igényes, tehát hogy ez a zárszerkezet csere. Hát igazából ez nem is az, hogy... Van, aki biztos végig tolja
két-három évet is ugyanazzal, mert, igen, igen, csak mert nem pont, érdekli. Pont vagy... arra beszéltünk, hogy legyen egy tartalékgép, mert hát pont akkor nyekkem meg miközben. És mi van akkor, hogy mind a két gépben van sok expo, és pont mind a kettő gép megadja magát? Hát, hát az jó, nem, jó, de nem mindenki gondolkodik úgy, mint mondjuk te, hogy minden évre felkészüljön, van, aki jó van az, jó lesz az. Nekem volt munkatársam, pont így járt egyébként, volt egy HD már kettője, meg egy sima 6D-je, és mind a kettőben sok expo volt, és ugyanaz az esküvőn adta meg mind a két gép magát. Ez gyönyörű. Zseniális. Nincsenek, igen. Ezért mondom azt, hogy érdemes azért az árszerkezetet odafigyelni, mert én is voltam, hogy elvittem a Kamera Kft-be, megnézettem, hogy ki akartam csinálni az árszerkezetet, majd mindjárt azzal kezdték, hogy szerintük sem baj nincsen, megnézték a teszteket, és szerintük ez még simán el fog menni egy teljes szezont. És tényleg elment. Tényleg elment egy teljes szezont. Jó, van a neten erre egy különböző ilyen fórumok, ahol szépen be lehet rakni, melyik vázra, még rá lehet keresni, melyik vázra milyen értékek jönnek, és van egy ilyen szórás, ilyen százalék, hogy 50 ezernél, nem tudom, 3%, 100 ezernél, 45%, 200 ezer fölött már 80%-a. Igen, 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 ezt is ismerem. Búcsúzik el, és akkor szépen rá lehet nézni, hogy ki mennyire akar itt hazárdírozni, de ez az év, ez lehet, hogy nem a fejlesztésekről, meg az árcserékről fog szólni. Viszont amikor tervezel árakat kialakítani, akkor ezt alapvetően figyelembe kell venned. Aztán figyelembe kell venni azt, hogy hol van az esküvő, tőled mennyire van messze, tehát utazgatnod kell-e hozzá autót bérelned, kell-e hozzá bármilyen technikát bérelned az adott esküvőhöz. Ezen felül számolni kell azt is, hogy te mit válasz abban az esküvőben, hány órát leszel ott. Ugye ez nagyon fontos. Nagyon sok esküvőfotós ugye időtartamot ad meg, és az időtartam alapján óradéban dolgozik. Ez egy viszonylag jó megoldás, ugyanis nagyon sok pár ugye elcsúszik itt ott, mert igazából semmi nem köti őket ahhoz, hogy betartsák az időpontjaikat. Ha te fix árat adsz meg, akkor könnyen meg lehet, hogy mondjuk egy menyecske tánc az nem éjfélkor kezdődik, hanem mondjuk 2:30-kor. Én nekem is volt ilyen egyébként. És azért két és fél órával többet ott lenni azért nyilván nem ugyanaz, mint hogyha már éjfélkor elmentél volna. Időtartamban szerintem fontos az, hogy valahol be kell ülni azt az árat, amivel mondjuk egy esküvőfotós egy órát dolgozik. Aztán persze adhatsz te kedvezményes árat, ha mondjuk tényleg sokat kell ott lenned, és sok szolgáltatást kérnek tőled, ez már tőled függ, de alálőni az árat szerintem pont ebből kifolyólag, akkor sok a változó lehetőség, nem feltétlenül kell. Illetve lehet, hogy tényleg kétszer meg kell gondolni, mert ez mindenképpen, ugye az árazás, erről majd külön beszélünk, de ez mindenképpen minősíti a szolgáltatót. Illetve abszolút mértékben. Hát jó lenne, hogyha az esküvő szervező, vagy mondjuk egy jegyes pár, hogyha ez a személy ugye, ebben az esetben megegyezik, ők is tudnának azért egy-két alapfogalmat, hogy mondjuk mit lehet elvárni 50 ezer forintért, 200-ért, 450-ért, hogy azért valamilyen képbe tudjuk őket is hozni. Egyébként én azt vettem észre, hogy a nagyon drága fotósok egyébként nagyon egységes kialakú stílust rendelkeznek, egységesen hozzák ugyanazt a folytonos minőséget, tehát nem véletlenül drágák. Mert te most hazabeszélsz, várj azért. Nem, én középkategória vagyok, nem van sokkal jobb is, meg sokkal rosszabb is, engem pont nem minősítem saját magamat szerintem, de abban biztos vagyok, hogy azok a fotósok, akik folyamatosan egy jó minőséget tudnak hozni, biztosra mennek az esküvőn, és tudják, hogy az adott szituációk hogyan következnek, vagy események hogyan következnek egymás után, ők nem fognak olcsón vállalni semmit sem, ebben biztos vagyok. Az megint más kérdés, hogy nagyon sok fotós ezekben a kategóriákban, tehát ez a top kategóriában, én azon el van kényelmesedve, a hírneve viszi előre, és igazából már nem annyira érdekli a minőségi tartalom, lefotóz mindent egyébként úgy, ahogyan el tudja éppen abban az adott szituációban, de már nincsen benne az a tűz, meg az a lélek. Az a lélek, ami egyébként mondjuk egy középkategóriás fotós, vagy akár egy kezdőben is benne lehet. Tehát nem feltétlenül mondom azt, hogy egy kezdő fotós rossz, de nagyon ritka az, hogy mondjuk 100 fotósból, aztán jó esélyben egy van olyan, amelyik tényleg egy szívvel, lélekkel, tűzzel megáldott fotós, amelyik meg akarja váltani a világot, és tényleg olyan képeket akar kiadni a kezéből. Ki lehet fogni, de kicsi az esélyre. Hát jó, de a jók a képek. De az attól, hogy ki van égve, attól még lőhet jó képeket. Tehát élesek, szépek, igen. Igen, ezt akartam mondani, hogy a profi fotósoknál tényleg az egy nagyon nagy adóász mellette, hogy ha rossz napja is van, ő akkor is jó képeket fog csinálni. Hát, hoz egy szintet, igen. Tehát ő hozza szintet akkor is. Ezért mindig elmondom én is a pároknak, hogy nem érdemes abban gondolkodni, hogy te most egy 100.000 fontos vagy egy 50.000 fontos fotóst kiválasztasz, mert lehet, hogy eltalálod, de nagyobb esélyed van rá, hogy nem. És amikor az esküvői képeket megnézed, vagy volt több olyan esküvői kreatívunk is, amikor lefotózták az esküvőt, újra fotóztuk a kreatívot, nem mert megmutatni a pár a képeket, mert annyira használhatatlan volt. Egyet láttam, az konkrétan sötét színű volt, fekete volt minden, minimum két effő alul exponálva mindenképp. Amúgy azt még szerintem fontos megemlíteni, így árazás kapcsán, hogy az elmúlt időszakban én beszéltem olyan emberekkel, akik mondjuk fotózást vagy ilyesmit szerettek volna, és teljesen nem voltak képbe azzal, hogy egy fotós, hogyha mondjuk egy esküvő fotós, tegyük fel mondjuk egy normális árat, hogy mi az, ami... De már szerintem az előző adásban mondtunk egy ilyen 100-tól felfele. 150-től 250-300-ig, szerintem az egy teljesen reális ár. Igen, tehát hogyha elkér mondjuk 200-at egy
egyes külfotós, akkor az nem úgy működik, mint sok ember úgy gondolja, hogy fogja a fotós, berakja a zsebébe, hazamegy, és tök jó. Tehát, hogy ott persze, van 200-a. Nem. És benne van például, ha többen jöttök, mondjuk nálunk is videónál benne van, hogy például 72%-at azt kibéreljük, annak a bérleti díja ott van, hogyha kell légtér, akkor a légtérnek a díja ott van, hogy el kell mennünk, stb. Szóval igen, ezeket mind beszél, oda kell jutni. Ez rengeteg költségépítők ezt nem tudják, főleg azt nem tudják, hogy amikor hazaviszed a képeket, akkor neked mennyi utómunkád van vele, mert önmagában, amikor egy 2-3-4 ezer képet valaki elkészít, ezeket szelektálni is egyébként egy komoly feladat. Nagyon sokan egyébként így nem foglalkoznak vele, tehát ismerek olyan fotóst, aki válogatás nélkül kompletten átküld mindent, az mondjuk a halálom, tehát azért szerintem annyira legyünk már igényesek, hogy mondjuk az elpislantott képeket, vagy ami eleve koncepciótlan fotó, azt kitöröljük. Szerintem ez egy nagy hiba igen átküldeni, mert lehet benne baromi jó, csak mondjuk le van vágva félig esetleg az alany, és kivel a pár, mert hogy neki tetszik, mert tök pont olyan a szituáció, tök jól lenne egyébként a kép, de azt meg, ha kérik, azt már nem tudod megmenteni Photoshoppal. De várjál, azért vagy, vagy ha életlen. Na, az már nagyobb probléma. Simán kiválasztják. Simán kiválasztják. Egyébként abban igazat adok, hogy érdemesen ezeket kiválogatni, Roland, viszont nagyon sok olyan fotó van, amit én mondjuk alapvetően kidobnék, de jó vágással, meg egy fekete-fehérben való átkonvertálással sokkal jobb képet lehet csinálni, mint amilyennek kinéz eredetiben. Sokszor jártam már úgy, hogy volt olyan fotó, amire azt mondtam, hogy fú, ez értékelhetetlen, kidobtam a kukába, majd tök véletlenül 2 nappal később láttam egy fotót, ami majdnem, hogy ugyanaz a beállítás volt, csak fekete-fehérben. Kukából kibányáztam a képet, behúztam a Lightroom-ba, és meg mahináltam egy kicsit, és olyan jó fotó volt, hogy ki is raktam a Facebookomra, hogy mennyire jó. Tehát azért az a baj, hogy az ember kicsit máshogy lát dolgokat, mert van egy elvárási szinted, amit hozni akarsz, és hogyha nem olyan az a fotó, amit elvártál magadtól, akkor nyilván nem tetszik. Igen. De az a baj, hogy a fotós azért egy kicsit ennél bonyolultabb. Az árazásra meg visszatérve, igen, az, és ami a legfontosabb a probléma szerintem, inkább úgy mondanám, az, hogy amikor a képeket elkezdik ugye leválogatni, utána egy korrekció része a dolognak, hogy nagyjából egységes színstílusra hozzák a képeket, és a legkedvesebb, amikor mondjuk egy polgári szertartáson kint a napos időben felhős napos váltakozik ugye az időjárás, és akkor ezeket kikorrigálgatni, hogy nagyjából azért, hogy egységes legyen a színvilága, ne az legyen, az egyik az sárga, a másik az teljesen fehér, a harmadikon kemény az árnyék, a negyedik ilyen, amolyan. Tehát mondjuk ez hatalmas munka, és ezt pont beszéltük az előbb is, hogy a videóban is van utómunkában nagyon sok probléma, fotóban is egyébként rettenetesen sok, és ezt legtöbben nem számolják bele. Legtöbben úgy vannak vele a fotósok, hogy hát ezt majd otthon megoldom, meg majd a Photoshop, meg vannak ezek az autokorrekció módok, majd ezek megoldják. Valamilyen szinten biztosan, de minőségi munkát nem fogsz tőle kapni. Itt hagyakasztalak még, igen, ez nekem is egy ilyen sarkalatos problémám, vagy rácsodálkozásom. Amit te is mondtál, hogy ezt az óradíjas esküvőt például, én azt látom, hogy teljesen indiferens, hogy éjfélig vagy ott, vagy hajnali 3-ig, mert egy 7-ig fogsz vele dolgozni jobb esetben, ha nem 2-ig. Tehát, hogy nekem abban az árazásban már maximum annyi, hogy ugye több idő alatt több kép fog készülni, mert utána utómunkáznod kell, esetleg egy ilyen aránypárt föl lehet állítani, de hogy nem az a pár óra plusz jelenti esetleg itt a felárat, hanem azok a napok, hetek, amiket utána majd a gép előtt fogsz tölteni. Bocsánat, egy gondolat erejéig, hogy tegyek hozzá, azért a buliban való fotózás az egy azért sarkalatos kérdés, mert a buliban általában a fényképeknek a fele szokott elkészülni. Nézd meg azt, hogy mondjuk délben elkezdődik az egész, egy előkészületekkel, egy lánykikéréssel, egy kreatív fotózással, egy polgári templomi szertartással, gratulációkkal, és ez körülbelül a felét fogja kitenni az összes elkészült képnek, hogyha te ilyen egyig ott fotózol, vagy fél kettőig mondjuk. Azért nem tudom, hogy kinézett már végig mondjuk 2500 buli képet, mert én igen, de volt, hogy többet is, és hidd el nekem, hogy minél többet van ott a fotós, már aki nem poénból van ott, és nem beszélgetni maradott, az fotózni fog, és ha fotózol, akkor képek fognak készülni, már pedig azokat a képeket át kell nézni, ki kell válogatni, és az olyan iszonyú munka, hogy amikor 2-3 ezer képet egyesével megnézni, hogy hol van a fókusz, belepislantott-e, jó-e a szituáció, jól van vágva, jó a színe, és akkor utána ezt mindent mire átnézted, ez képenként, tehát ez nem összességében ilyen kötegelve nézed a képeket, hanem egyesével. Ott nem tudod, muszáj, bele kell nagyítani, igen, hogy lássad azt, hogy amit akartál, az sikerült is létrehozni. A legkeményebb része, bocs, igen. Igen, és az a baj, hogy ezt szerintem senki nem számolja bele alapvetően, hogyha most ott maradsz 1-2 órával tovább, az sok ember nem jelent semmit, és nem is kérnek el több pénzt. De szerintem ugyanúgy bele kell számolni, mert azt az 1-2 óra plusz, az majd a kép válogatásnál, képszelekciónál biztosan fog jelenteni neked jó pár óra munkát pluszban.
Biztosan. Egyébként úgy is lehet csinálni, hogy azt mondod mondjuk, hogy éjfélig vagy, és akkor onnantól kezdve minden megkezdett óra x forint, és nyilván, hogyha mondjuk valami technikai csúszás van, mondjuk áramkimaradás miatt csúsztok egy órát, akkor nyilván nem mondod azt, hogy akkor most felszámolod, egyértelmű. De hogyha meg azt mondják, hogy jó, annyira jó a buli, hogy maradj még egy órát, akkor azt mondod, és ezt előre megbeszélitek, hogy akkor x forint, ha egy órával tovább, és akkor úgy nyilván van értelme a dolognak, meg az így szerintem tök jó. Igen, és itt van a lényeg, hogy az előre megbeszéltük ezt egy picit, akkor ragozzuk még át, mielőtt még tovább lépnénk a következő témára. Tehát beszéltünk az összegről, tehát nagyjából 150, inkább ilyen 200 környékén, de lehet, hogy ez a pestcentrikus bultamnak tekinthető. Innentől lehetne szerintem egy komoly esküvői munkát elvárni, és én mindenképpen a sávos árazást javaslom. Egy olyan ajánlatot szeretek én lerakni a saját ügyfeleimnek, amiből ők tudnak összeválogatni. Igenis, abból már az árajánlatból szerintem ki kéne derülnie, hogy ez aki adja az árajánlatot, mennyire profinál hozzá. Minél többet ugye látni abból, hogy egyes árkategóriák mennyi munkát rejtenek a háttérbe, és én igenis, nekem a legtöbb idő az utómunkával megy el, én erre szoktam ezeket rárakni, és ott lehet látni, és hogy az egy dolog, hogy az ember elbulizgatott, és a kezében a fényképezőgéppen még talán jól is érzi magát az esküvőn, igen, a sokadikon már nem, de hogy utána viszont a munkát én az utómunkás részét szeretem megkérni. Egyébként vicces, mert sok pár egyébként nagyon cseles. Azt mondják, hogy mit fél kettőig tart a szerződésed, és akkor jaj, Gábor, olyan jó, hogy itt vagy, maradjál velünk bulizni. Ugye? És maradnál, mert mondjuk én, hogyha a Siófok és környékén dolgozom, akkor nyilván ott elég sok az ismerősöm, és persze az emberek van kedve ott maradni, de hát ha már ott mondok, akkor persze, hogy a kezemben van a gép, mert... Nem tudod lerakni, tehát ott Isten mentsen lerakni. Inkább nem merem lerakni, igen. De az a baj, hogy volt már olyan, hogy egyszer maradtam azt hiszem háromig egy esküvőn, és az még plusz 1500 képet jelentett abba a 2,5 órába. De akkor megmondod, maradsz, csak lerakod a gépet. De hova rakod le ott, igen. Ja, jogos. Az, hogy nem mertem lerakni a gépet. Persze, ráadásul úgy, hogy elég sok ismerősöm volt ott, és mivel gyerekkori barátaim voltak, hát ők mindezt hozzá mernek nyúlni, az enyém, maradjunk annyiba. Tehát, vége véletlenül is fölgurul az asztal, vagy az egy pohár pesgő rá. Elzárni egy szobában, akkor egy öltözőben vagy akárhova. Mindegy, visszatérve az árképzésre, egyetlen egy dolgot kérek mindenkit, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni és komolyan veszi a témát, akkor az árnyatban nagyon számoljon bele minden olyan eshetőséget, ami neki az a plusz idejét és a költségeit ki fogja majd elégíteni. Nyilván nem úgy kell árat képezni, hogy költségeket fedezze, hanem hogy nyereséged legyen rajta, mert az lenne alapvetően a célja annak, amit csinálsz. És ezt sokan elfelejtik. Hát meg nem úgy, hogy a sadrőc is tök jól jönne 50 ezer forint, és akkor elvállalom 50 ér, mert most így ez van kedvem. Igen, ez a tervezés meg a stratégia lényegének kell majd lenni, ezeket is majd akár át fogjuk venni. Szerintem legyen ez akkor most a zárószó ebben a részben. Egyelőre kibeszéltük akkor az esküvőt. Abszolút. Szerintem abban megegyeztetünk, hogy lesz azért valamilyen esküvői szezon, de hogy nagyon sok a kérdése körül, és remélem mindenkinek, hogy aki ebben szeretne dolgozni, illetve dolgozik, hogy ők megtalálja a számítását. Köszönöm szépen. Sziasztok! 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 Akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és ugye tudjátok, még itt az elején el fogjuk mondani szerintem egyszer-kétszer, hogy mindenféle podcast szolgáltatónál elérhetőek vagyunk, illetve aki kíváncsi arra, hogy milyen szépen ülünk itt, az YouTube-on is meg tudja nézni az adást, illetve bármilyen észrevételetek van, akkor a leírásba, ugye a show notes-nak nevezett kis dologba, vagy ugye YouTube-on a leírásba, ott találtok mindenféle infót, e-mail címet, akármint, úgyhogy akár kommentek formájában, vagy e-mail formájában bármilyen javaslat, vagy észrevétel, vagy visszajelzés, vagy kérdés van, azt nyugodtan dobjátok le, úgyhogy találkozunk a következő adásba. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.